Visszajönnek. Ne hunjon a könnye jó anyánknak. Legyen vége a bús éjszakának. Aracki Anna közreműködésével idézték fel a 78 évvel ezelőtti eseményeket vasárnap délelőtt. A németvárosi Szent József templomban Kovács Péter plébános mutatott be szentmisét a málenki robotra elhurcolt gyulaiakra emlékezve. Ceglédi Katalin és Bíró Tamás produkciója után Kovács Tamás, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Békés vármegyei igazgatója tartott beszédet, melyben felidézte, az itteni svábok 1723 után kezdtek betelepülni, miután több kedvezmény mellett 3 év adómentességet kaptak. Ők térségünk fejlődésében jelentős szerepet játszottak. A betelepült németség nagy szorgalommal, odaadással, hűséggel és hihetetlen kreativitással kezdte meg új hazája építését. Európa nyugatibb részéről a munka, a mesterségek tisztelete és szeretete, a mértékletesség, azaz a polgári mentalitás először jelent meg. Kovács Tamás a németekkel szembeni erőszakos fellépést tudatosan szervezett etnikai tisztogatásnak nevezte, mely Európában békeidőben közel 3 millió áldozattal járt. Bűn nélkül kellett bűnhődniük vagy meghalniuk. A kitelepített és megbélyegzett emberek nem tehettek a II. Világháborúról, ők bűn nélkül lettek megbélyegezve, miközben Gyulán a Por Vilmosnak köszönhetően a III. Birodalom érdekeit képviselő Volksbund sem erősödött meg. Kovács Tamás hangsúlyozta, megbocsájtani kell, felejteni viszont nem szabad, emlékeznünk kell arra, mit tettek honfitársainkkal. A kommunizmus sokat rombolt, és utóhatásai ma is érezhetőek. Az irigység, az elégedetlenség, a gátlástalan kapzsiság, a széthúzás, a valótlan állítások felelőtlen terjesztése. Nekünk a feladatunk, hogy ne engedjünk ennek. A mi feladatunk és felelősségünk, hogy Gyula polgári kisváros maradjon, ne pedig kispolgári város legyen. Márai Sándort idézve, a kommunizmus megbukott, minden értelemben. De a kommunistáktól még nehéz lesz megszabadulni, mert senki sem olyan veszedelmes, mint egy bukott eszme haszonélvezői, aki már nem az eszmét védi, hanem a zsákmányt. Az esemény végén a résztvevők megkoszorúzták a templom mellett lévő emlékművet. Mint ismert, a II. Világháború után a magyarországi németek jelentős részét kényszermunkára hurcolták a Szovjetunióba. Gyuláról 53 vagonban mintegy 550 embert vittek a Donyec-medence szénbányáiba. Közülük 64-en sohasem tértek haza.